miért alkottak a friss alkotmánybírósági döntéssel ellentétes törvényt a végrehajtók helyettesítéséről vajon. A Sándor Völner ügy kapcsán ugye a kiszivárgott hangfelvételek és iratok alapján kitűnik az a tény, hogy dr. Sándor György, ugye a végrehajtói karnak az elnöke, az igazságügyi minisztériumi ügyintézőt kereste meg annak érdekében, hogy septében mielőtt kellene egy törvénymódosítást létrehozniuk a végrehajtók helyettesítésével kapcsolatban, ami ugye ellentétes lenne a végrehajtási törvény szakaszaival. De addig is, ameddig elkészül ez a törvény, a karon belül hoztak egy iránymutatást ezzel kapcsolatban, ami szintén szembe ment a végrehajtási törvény szakaszaival. Ezeket 2021-ben hozták létre. Hangsúlyozom, hogy törvény ellenes iránymutatást és határozatot, amit ugye egy panaszos végrehajtó támadott meg az Alkotmánybíróságon. Az Alkotmánybíróság június 1-i határozatában mondta ki, hogy törvénytelnek voltak ezek a létrehozott iránymutatások és határozatok, és az igazságügyi minisztérium határozata és visszamenőleges hatállyal törlésre kerültek az eddigi intézkedések. Ám hiába döntött az Alkotmánybíróság helyesen úgy, hogy ez a gyakorlat alkotmány ellenes, mégis a Fidesz nem is olyan régen törvénybe iktatta a törvényellenes jogszabályt, méghozzá nem is akármilyen módon, nagyon halkan, egyetlen éjszaka alatt becsempészték a törvényt a pénzügyminisztériumi költségvetési tervezet közé. Már többször felvetettük azt, hogy Sándor György és a hozzá tartozó kör különféle kiskapukkal kívánják, ugye próbálnák a bajba jutott, vagy inkább korrupcióba keveredett végrehajtókat segíteni, és Sándor Györgyöt, akit jelenleg ugye Andrássy Konstantin helyettesít. Hasonló módon, hiszen ez nem jelent más, mint az, hogy Sándor György számláján Andrássy Konstantin havonta gyűlik az osztaléka. A jogalkotók nagyon gyorsan reagáltak egyébként erre a törvénymódosításra, erre az alkotmánybírósági határozatra. Bár ilyen gyorsan reagálnának, akkor is, mikor az adósok érdekében kellene több törvényt vagy törvénymódosítást is elfogadni és megalkotni. Kifejezetten mondjuk ugye a devizahitel károsultak ügyében is már ilyen hamar septében kellene már réges-régen egy törvényt megalkotniuk. Vajon miért és kinek a érdekét szolgálta, hogy a kormánypárt az egy alkotmánybírósági határozattal szembe menve alkotott meg pár egy törvényes keretek közé próbálta sorolni, hogy ezt a végrehajtó helyettesítéseket, és ezzel teljes egészében szembe ment az alkotmánybírósági döntéssel. A Mi Hazánk mozgalom határozottan elutasítja azt, hogy a népnyúzó végrehajtóknak kedvező jogszabályokat alkossanak a jövőben is a törvényalkotók folyamatosan, úgyhogy a végrehajtási törvény legtöbb szakasza, sőt majdhogy nem az egésze a végrehajtók mellett van. Ennek érdekében, hogy ezt a jogellenes véleményünk szerint jogellenes állapotot a helyettesítésekkel kapcsolatban felszámoljuk, törvénymódosító javaslattal fog élni pártunk, illetve az alkotmányjogi panaszt is meg fogjuk tenni a közeljövőben.